Jó napot kívánok, én dr. Kovács József vagyok, a Kirkusz Habitat vezetője. Nálunk parapszichológus képzés folyik. De most szeretném folytatni az 5 napról szóló előadásomat. Tehát azért, ha valaki jobban tanulmányozza az interneten felelhető rengeteg napfényképet, napokról lévő fényképet, akkor rá fog jönni, hogy az egyik fényképen ilyen napfotók vannak, a másikon amolyanok. Tehát minden napon a saját napfotjaik vannak, de nem olyanok, mint a másikon. Tehát az egyik nap másik, a másik nap is más, harmadik is más, és így tovább. Minden napon vannak mozgások, ez is látszik. Nem úgy, mint a Holdon. Mindenki úgy gondolja, hogy a Holdon vannak mozgások, mindenki úgy gondolja, hogy valamikor Galileo Galilei feltalálta a távcsövet, és ezen keresztül nézegette a különféle objektumokat az égben. Ez megint hazugság. Hát hol nem hazudnak nekünk? A távcsövet nem Galileo Galilei találta fel, hanem 200 évvel azelőtt még egy francia báró találta fel, és megparancsolta, hogy forrasszák hozzá a fegyveréhez. Ez volt a világon az első optikai célzórendszerrel rendelkező puska. Köszönöm szépen, hogy megnéztek. Kérem, lájkoljanak és iratkozzanak fel a csatornámra, mert akkor előbb meglátják a következő részeket a napról. Viszontlátásra!